mindig óriási megtiszteltetés Fábi Andris után következni itt a Hashtag Bocskor, és nagyon izgulok, mert újra itt van velünk Ábel Anita. Igen, sosem lehet tudni, hogy hogy végződik a mi kapcsolatunk, igen. És Szabó Zsófi, Bárdosi Sanyi, Sóbert Norbi. Igen. Benned is van izgalom? Hogy végződik a kapcsolat? Igen, nagyon kedvesen kezdjük. Hát nézd, a szerencsénkben egy nyugdíjas otthonban fogunk együtt lekezni. Kitollak. Hát, nem kitollak van. Hát, nem, miért? Átmegyek, bandázunk. De mindenképpen elmegyünk bingózni. De szeretnék jó? Veled bingózni. Reméljük, a Csonka Andris is ott lesz, és mindig lesz valami ilyen esztrád műsorban. Igen. Nagyon jó lesz. Na, mindenki jól van? Norbi, téged nagyon rég láttunk. Minden jó, rendben van. Igen, igen. Minden szuper. Kérdeztem, hogy van egészségügyileg, mert olyan ne vagy csendesedve. Csendes ember lettem, de majd bemelegszem. Majd bemelegszik. Bemelegszik, így van. Lesz majd egy-két, aztán majd jönnek a posztok nem sokára. Igen. Mivel készülsz most? Milyen léptekkel jönnek a hölgyek a következő posztodban? Lágy szellős léptekkel. Lágy szellős léptekkel. Imádom, jó van. Na, itt tudjátok, megnézzük, hogy van-e bármi, ami történt veletek, és Anitával kapcsolatban, de ezzel most én nagyon szeretlek ezért. Tényleg. Elmondom, hogy mi volt. Ugye a reggeli műsorban, ez egy hír, a reggeli műsorban bement a Győzike Anitához és a Berecki Zolihoz, és előző nap Győzi beszélt a Fókuszban arról, hogy visszamegy a zárt osztályra, nem érzi jól magát, bipoláris zavara van, pánikrohamai, depressziós. És egyébként a beszélgetésnek nem is ez volt a témája, hanem valami más, és akkor Anita egyszer csak így rákérdezett, hogy azt mondja, tegnap ne haragudj, nézem a tévét, aztán mondom, depressziós vagy, hát szedd már össze magad, nem úgy nézel ki. Dolgozz fel, hogy 51 leszel, bizonyos dolgok már nem úgy mennek. Ez olyan Anitás, és bevallom, nem tudok haragudni. Ne. Én abszolút nem tudok ezért haragudni Anitára, és mit te pacsizni akartál? Persze, Anitával? Hát én ugyanezt kérdeztem volna tőle. Igen, na de miért? Ezt beszéljük meg. Várjál, Anita aztán rögtön másnap nyilvánosan bocsánatot kért, és ebből szeretnék idézni. Azt mondta Anita, hogy sokat gondolkodtam ennek a posztnak a megírásán, de végül is arra jutott a szívem, hogy ha hibázunk, azt fel kell vállalni. Én hibáztam, kedreggel a Live TV reggeli műsorában, elbagatelizáltam és rosszul reagáltam egy ember nyilatkozatára. A legszomorúbb emberi reakcióval válaszoltam, közömbösség, hitetlenség. Itt megy tovább, és akkor folytatom a vége felé. Beleestem abba a hibába, amiben oly sokan nem tudtam komolyan venni, és itt hibáztam nagyot. Nem tudom meg nem történté tenni, csak elnézést tudok kérni mindenkitől, aki a riportot nézte, és szíven találta. Természetesen Győzőtől is, és ez meg is történt négy szem közt. És itt tényleg emelem kalapom előtted, Anita, mert ez a bocsánatkérés legyen most egy picit a témánk ezzel kapcsolatban. Ez is hogy fogadta Győzike ezt a négy szem közti bocsánatkérést? Hát nagyon helyes volt, tehát hogy nyilván ott megmondtam neki, hogy én elnézést kérek, mert nem volt ehhez jogom, és hibáztam, és hogy azt gondolom, hogy ő nagyon bátor, hogy egy ismert személyiségként kimer állni, és elmeri mondani, hogy igen, ő 20 éve mentális problémákkal küzd, valóban volt zárt osztályon, gyógyszereket kapott. És nyilván, mivel mi egy aktuális műsor vagyunk, egy előző esti ilyenfajta nyilatkozatra reagálni kell. Tehát valóban ő ugye bejött, vagy bejöttek, mert a Katinkával és a Völgyesi Zsuzsival jöttek be, hogy a Romantiknak, igen, 23 éves, és hogy hát milyen régóta van ez a zenekar. Tehát valami reagálni kellett. Nyilván van egy nexus közöttünk a Győzivel, mindig ezen röhögünk, mert ő mindig mondja, hogy hát már 50 évesen már B-oldal sincs, ez nyilván ezt a tévénézők nem tudhatják, én ezért poénkodtam ezzel, nem mentem magam, nem akarok itt mártír szerepbe tündökölni. Műsorvezetőként nekem úgy kellett volna erre reagálnom, hogy láttuk a tegnap esti riportot veled, hogy vagy most, akarsz-e róla beszélni. Mm. Nem pedig ezt elbagatelizálni, igen, de humorral oldani, mert bocsáss meg, csak még ez nagyon fontos, hogy ez túlmutat szerintem a Győzőn is, mert rengeteg üzenetet kaptam.
élettörténeteket, olyat is, aki elvesztette a szerettét, mert depressziós volt, és végül is az öngyilkosságot látta a legjobb kiútnak. Olyanoktól is kaptam levelet, akik mentális betegséggel küzdenek, akik azt mondták, hogy mennyire jó, hogy én fölhívtam erre a figyelmet, hogy a környezet bizony nagyon sokszor így reagál, és én beleestem ebbe a hibába, és nem szabad, mert látunk egy embert, aki mindig vidám, aki most tök mindegy, hogy hova apostrofálja magát a showbizniszbe, de ő, tehát hogy miért ne hihetnénk el, miért ne hihetnénk azt el, hogy attól, hogy ő mosolyog, és jókedvű, és bohóckodik egyfolytában neki, olyan démonokkal kell küzdeni nap, mint nap, és ez a legfontosabb, és az, hogy aztán hétfő reggel a kérésemre egy kereskedelmi reggeli műsorban 15 percig beszéltünk erről dr. Almási Kittivel, aki nagyon sok, nyilván azt már nem osztották meg az újságok, mert abban nem volt semmi olyan érdekes, mindegy, ezt csak zárójelben jegyzem meg, de hogy egy nagyon jó interjú volt, mert a Kitti nagyon sok mindent elmondott arról, hogyha ilyet látunk a környezetünkben, Vagy hogy egyáltalán hogy tudunk segíteni azoknak az embereknek. És nyilván a legrosszabb, amikor odamész és azt mondod, hogy na, üzzél, szedd már össze magad, meg próbálod jókedvre deríteni, mert a legjobb, amikor azt mondod, hogy gyere, ülj le, meghallgatlak. Persze, és nyilvánvalóan utólag, amikor ez már átmegy a fejeden, meg pontosan tudod, hogy mi történt, akkor azonnal korrigálsz. De hát ez mindannyiunkkal előfordul, akik élő műsorban elszóljuk magunkat, véletlenül be... Hát vele. Szóval én szerintem velem is előfordult. Tehát én voltam elszólásaim miatt nőgyűlölő, náci, voltam én már minden. Tehát, hogy ez benne van, ez tök emberi. Ez mindig az, de ez tök... Itt ugye, de figyelj, Anita, emberek vagyunk, attól még, mert a tévé előtt élünk, műsorvezetők vagyunk, tehát hogy látod, ez bárkivel előfordulhat, hogy így reagál. Én meg azt gondolom, hogy ez egy hiba volt. Nem, erre lett volna egy jobb mód. Nyilván beleestem, elvicceltem, elbagaterizáltam ezt a dolgot, és úgy gondoltam, hogy igenis tartozom elsősorban a Győzinek, és mindenki felé, akit ezt szíven talált, és ebben nincsen semmi truváj. 2022-ben ne legyen az egy emberi nagyság, hogy valaki oda tud menni másikhoz, és azt mondja, hogy figyelj, hülye voltam. Nem, én ezt most komolyan mondom, szerintem ez egy emberi nagyság, mert kevéssé fordul elő. Ugyanakkor engem nagyon érdekel az, hogy a Győzinél azért még van egy érdekes dolog, mert ezt ne felejtsük el, és itt felmerül nyilván a kérdés mindenkiben, hogy Győzi bármit mond, lehet-e őt komolyan venni. Mert ne felejtsük el, hogy ő egy nagyon harsányan éli az életét, úgy ismerte meg az egész ország igazán, hogy egy olyan valóságshowban tárta ki az életét, ami egyébként meg volt írva, tehát ez a fajta scripted reality, tehát már gyakorlatilag a valóság keveredett a szerkesztők által meghatározottakkal, és akkor ebből van egy figura, aki leül eléd, és valóban nem tudod, hogy most az mennyire a show része, amit ő mond, és mennyire nem. De ez benne is összekeveredett, már szerintem ő se tudja, hogy most mi a show, és leül, mi nem. Tehát nem gondolom, hogy ő ezzel viccelne. Azért az egy, ha megnéztétek ezt az interjút, és utólag visszanéztem én is újra, tehát, hogy ezzel nem viccel az ember, és ha csak nagy nevettetőkre gondolsz, a Robin Williams, aki öngyilkos lett, akit úgy ismerünk, hogy a Nanu Nanu, meg a Mrs. Doubtfire, meg a stand-upos, és az lett a vége, hogy öngyilkos lett, mert egy olyan súlyos depresszióba szenvedett. Vagy a Jim Carrey, aki szintén évek óta küzd ezzel a dologgal, és ez a legfontosabb, hogy nem tudhatod, mert lehet, hogy te itt ülsz, mosolyogsz, előadod a laza 50-est, ne haragudj, hogy nem bírok, azért én még ugyanaz maradtam, csak megfontoltam. Én ezt honnan tudjam, figyelsz, ez vasárnap kerül adásba, remélem, hogy hétfőn a Facebookon majd egy ilyen nagyon hosszú, csöpögős, gicses bocsátkérést intézel felé. Valami olyat mondanék, igen, de... Hát de most megsértettél, megbántottál. Neked egy könyvet írhatnál a bocsánatkérés. Nem tudhatod. Jó, 50-et mondtam, 60 helyett, ne haragudj. Ez hosszabb lesz ez a kis Facebook posztod, most már látom. Figyelj, de hogy nem, tehát hogy nem tudhatom ezt rólad, mert honnan nem bántalak, mert csodásan nézel ki, és férfi vagy.
De hogy nem, mert te se tudhatod. A szervezeted most tiltakozott a mondani valód ellen? Igen, de nem. De hogy rólam se tudhatják, vagy róla se tudhatom, a Norbiról se tudhatom, a Zsófiról se tudhatom, mert mutat valamit. És az nem biztos, hogy teljesen egyenlő a valósággal. Akkor végeredményben? Nem. A végeredményben, Aditta, még az is lehet, hogy jó, hogy ez így történt. Mert igen, sokkal inkább tudtad ezt azzal, hogy helyrehoztad, kommunikálni, behívtad a pszichológus nőt, itt is beszélsz erről, tehát sokkal jobban felhívod a figyelmet, az emberek figyelmét. Hát, hogy mennyire megérintetted, hogy... Hát, színész. Várom én is a hétfő reggel. Szeretünk, Anita. Én ilyen téren nem vagyok egy pszichológus, de én ezt még mindig nem gondolom egy nem gondolom egy betegségnek. Aki ennyire fent tud lenni, az ennyire lent is tud lenni, és ez ennyire egyszerű. Aki ennyire nem kiegyensúlyozott, az így ingázik föl-le föl. Figyelj, ennyi. De igen, tehát hogy pontosan, és pontosan a Kitty is ezt mondta el, igen, hogy példát mutassunk ezzel, hogy akár igen, ti most, vagy te azt mondod, hogy a Győzikéről nem lehet elhinni, de igen, el kell hinni, mert nem tudhatod. Elhiszem, tehát én ezt, de ez nem, ez amit ő mondott, ez teljesen logikus. Aki ennyire fönt van, az ennyire lent is. Tehát, hogy ez ilyen? Hogy reklámból mondta volna. Nem, most biztos, hogy nem. Összáromantik, nem jó reklám, hogy épp most jön ki az átosztályról, tehát ez nem egy jó reklámfogás. De várjál, most csak mondom, a romantik nem oszlott föl, Norbi, tehát még bármi történt, nem azt mondjuk, hogy még van. Ez egy őszinte vallomás. Beszéljük valami másról. Nem, Norbi, te ugye nálunk rég voltál, nemrég voltál viszont az Egonnál, a Húzósban itt az ATV-n, és egy két érdekes kijelentésed volt. Az egyik az, hogy nem voltál jó apa, és ezt azzal indokolta a Norbi, hogy nem pelenkáztam, nem is tudok pelenkázni, nem vittem őket oviba. Akkoriban indult be igazán a vállalkozásom, és Réka akkor még nem volt felkapott. Iszonyatosan sok fellépésem volt, vittem az update-et a hátamon, nyitottam a franchise boltokat, és volt hetente 15-16 fellépésem. Hazamentem, lefeküdtem, és csak bámultam a tévét. Nem voltam akkor jó apa. Gyerekek, és ezt mindenkitől kérdezem, hogy egyébként mitől jó apa valaki? Jó kérdés. Nézd, egy olyan apához képest, aki a családját nem vállalja föl, ott hagyja a gyereket, lelép, vagy részegen hazamegy és nem dolgozik, elveszi a segítséget, jól megveri a nőt, ahhoz képest biztos nagyon jó apa voltam, hiszen családfenntartó voltam. Igen, de Norbi, én láttalak, de... voltam nálad, én láttalak, ugye most már nagyobbak a gyerekeid, te egy szuper apa vagy. Szerintem most már. Tehát én látom, ahogy beszélsz velük, beszélgetsz, érdeklődsz, képben vagy, a viszonyuk hozzád, szerintem egy remek apa vagy. Igen, de ezt föl kellett építeni. Pont arról szólt a sztori, hogy az első 7-8 évükben nem voltam ott igazán. Tehát ott voltam az karácsony ünnepségeken, együtt nyaraltunk, de nem voltak ilyen közös programok, ilyen kis apróságok. És ez neked hiányzik jobban, vagy nekik? Szerintem nekik már nem hiányzik, mert most már újra nem hiányzik. Apa most már ne pelenkázz, igen. De nekem ez hiányzik egyébként ez a korszak, de most nagyon sok időt töltök velük, rengeteget sportolunk együtt, főzök nekik otthon, ízlelünk, csomó jó kalandot szoktunk együtt csinálni. De bennük ez egy hiányérzet? Tehát, hogy ők ezt valaha a szemedre vetették, nem, vagy nem? Nem. Réka vette a szememre néha. Néha, akkor. Hogy csinálta nekem 3 gyereket, és én nem fel, ezt így megkaptam Rékától. És igaza volt. Lányok, egyébként akkor jó az apa, ha mindig ott van? Tehát a gyermeke életének minden fázisában ott van? Fél, az én édesapám soha életében nem pelenkázott minket. Nem, honnan tudod? Mert tudom az anyukámtól. Ja, hogy így? Aha, igen. Jó, de neked nincs ilyen pelekan hiányod. Nincs, tehát hogy ő... De még lehet. Tehát, még lehet, majd idős mondom. De ha egyszer, ha egy, tehát a mellettem lévő szobát kapod, én is megteszem majd, érted, hogy az ágytálat kicsit is legyen. És akkor így rá alsadra, minden, ugye? Én is bekötöm az infúziót. Így izé, fölemelem a lábad, így, és így, én még tudom. Én is majd arrébb csapom. Szóval nekem sem csinált ilyet az apukám, sőt, későn kezdtünk el beszélgetni is, mert ő nem tudott egy kis gyerekkel, neki nagyon, ugye ő egy író ember volt, neki a kommunikáció rettenetesen fontos, hogy jelen volt, mindig ott volt, de hogy igazán nem. És például nekem nincs hiányom, vagy nem érzem azt,
hogy bármiről ő kimaradt volna. Nyilván az, hogy meghalt 17 éves koromban, utána, hogy most tudtunk volna igazán mi egymásra találni. De az apaságot és az anyaságot sem tanítják egy tanfolyamon. Nem. Tehát, hogy az is ki kell, hogy alakuljon egy emberbe. Ez a lényeg, szerintem. És ez ebben a nagyon PC világban, amikor szerintem olyan elvárásokat támasztanak a nők és a férfiak felé, és egymás felé, tehát megvetjük azokat az anyákat, akik mondjuk az első 3-4 hónapban még ők se fogják fel azt, hogy a kis újszülöttel vagy a csecsemővel milyen viszonyban legyenek. Tehát, hogy ezt senki nem mondja el nekünk. Tehát, és szerintem ezt azt mások szemére vetni, vagy ostorozni magad ezért. Én inkább azt látom, amit a Norbi mondott, hogy ugye az anyuka, aki mellette állt, ő érezhette ennek igazán hiányát. Te pelenkázós apuka voltál? Vagy? Én abszolút. Igen? Abszolút. Én abszolút. De egyébként ez mindig az, amit elmondtak, és tényleg ez egy folyamat. Tehát, hogy egy olyan folyamat, amiben bele kell jönnöd, hogy most már apuka vagy, a jelenlét a fontos, az, hogy foglalkozz vele, és én nagyon igyekszem, mert pont az ilyen kijelentések, meg az ilyen mondatok miatt, amit Norbi is így elmondott, hogy ő akkor mással volt elfoglalva, máshol járt az esze. Lehet, hogy fizikailag jelen volt, de valójában nem. Igen, csak ne felejtsük el, hogy a Norbi csinálta a franchise-ot. Rengeteg meló volt, este tévébámulás, napi 15-16 fellépés. Ne felejtsük el, hogy ő akkor teremtette meg azt az életszínvonalat, amin most élnek a gyermekei, véletlenül nagyon jó iskolába fognak menni, stb. Akkor világos. Nem ez a jó apaság? Világos, de... De kinek mi? Tehát igen, nem, de ki mondja meg? Ki igen. Mondja meg, hogy mi a jó apaság? Vagy mi a jó ez anyaság? Is jó, tehát csak most én direkt is... azért figyelek erre oda, hogy utána én ezt egyrészt ne kapjam meg a feleségemtől, másrészt ne legyen ebben bennem. Ebben a félelemben élsz. Van is rakom, de... De nem, hanem hogy ne kerüljön, ne legyen bennem egy ilyen hiányérzet, egy ilyen űr, hogy jaj, amikor a Maja kicsi volt, akkor hát keveset voltam vele, meg nem tudom. Tehát, hogy ilyet ne érezzek, ezért figyelek oda. Igen, de itt azt nézem, vagy akkor az apaság nem azon múlik, hogy pelenkázik. Olyan világban élünk, ahol már teljesen természetes, hogy a nő dolgozik, a férfi mondjuk pelenkál, összefort. Tehát egy ilyen világot élünk. De régebben azért az volt, hogy a férfi dolgozik, az asszony pelenkál. Otthon. Tehát, hogy igazából nyilván nem lehet összehasonlítani, hogy nekünk milyen volt a gyerekkorunk, igen. Meg most milyen egy apa, mert ma már tényleg az van, hogy jó apa vagy, ha majdnem mindenből kiveszed ugyanúgy a részet, hiszen közösen vállaltok gyereket. Te ma már egy tök más világot élünk, mint akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát, hogy nem lehet megmondani, hogy most ki a jó apa. Norbi, akkor nyugodj meg, minden oké. Köszönöm szépen. Két évvel még ezt észlelt megkezdte, hogy felkeltem a gyerekhez, amikor a Réka kismama volt, és én mondtam, hogy nem keltem föl, mert meg voltak hozzá feladatok. Én melóztam, aludtam, ő fölkelt. És a média szétszedett. Most két év múlva kiderül, hogy végig is jó apa voltam. Jó apa voltál, így köszönöm van. Szépen. De Norbi egyébként kárpótolja a Rékát, mert elmondta ebben az interjúban azt is, hogy ti hetente kétszer randiztok a Rékával. Ez évi 100, ezt tudod? Igen. Jó. Hát azért ilyen fáradt. Jó. Ezt másoktól is lehet hallani, hogy nehogy elfásuljon a kapcsolat egy párnak, legalább hetente egyszer randiznia kéne nálatok, ez hogy zajlik? Ez úgy zajlik, hogy általában hétfőn vagy kedden egy családi hétvége után elviszem a Rékát vacsorázni bárhova, hétfőn mondjuk, mert hétfőn senki meg vacsorázni. És hazaviszed, és egy búcsúcsok a kapuban? És nem, és potolunk a gyerekek, mi amíg vacsorázunk, viszetnek egy szál virágot, és beszélgetünk, és csak egy randi. És még egyszer a héten szoktuk időpontot keríteni, tehát nem mindig van kettő, de egy az mindig megvan minden héten. És van miről? Most tök őszintén, rengeteget voltatok együtt. Van miről beszélget? Fú, rengeteg minden. Családi hétvége után. Igen. De tényleg, van miről dúcsizni? Van, figyelj, minden gyereknek a sorsa, az élete, a gondjai, az örömeit megbeszéljük négy szem közt. Hétfőn, de meg csütörtökön megint mentek. Igen. Barátokkal is el szoktunk menni. De az nem randi. Hát jó, de az randi. Te szoktál randizni? Te hogy tartod életbe a lángodat? A láng... Nézd, én csak 3 éve vagyok együtt a Robertóval, nekünk minden nap randi. De ez könnyű egyébként. Én 10 éve vagyok az Ildivel, 10 éve vagyunk házasok. Igen. És ilyen, hogy randi, hát... Te hogy tartod ébren a lángot?
Hát ezt, ha elmondom... 18-as karika... Nem, ne, én annyira szeretem... 18-as karika... Az bőven az lenne, de nem, én annyira szeretem, meg annyira tetszik nekem a feleségem, és most, hogy fogytam 10 kilót, most már talán én is... Neki? Oda-vissza, igen. És hogy igazándiból nem is okoz problémát, tehát hogy nem kell megerőltetnem magam. Egyszerűen imádok hozzábújni, ő is hozzám. Ha van egy szabad percünk, vagy napunk, vagy fél napunk... Az neked elég. Akkor milyen elég? Hát, tehát, hogy ilyen is. De ez is egy... Ha azt hiszem, ez is ez egy láng, ez láng. Hát igen. Ez láng, de 10 év után, hogy... Ja. Tehát, hogy ez, de szerintem ez fontos. Sénél hogy van ez? Fire? Hogy él a fire? Hát mi... Még fájárban vagyok. Hát nekünk is minden nap randik. Jó, oké. Okay. Na, ennyit erről, köszönöm szépen. Maradunk még egy picit a gyerekes témánál, a reklám után Dér Henny, mint anyuka, ugye most posztolt egyet, méghozzá nagyjából az volt a posztjának a lényege, hogy ő a gyermekét, aki még nincs is egy éves, olcsó ruhákban öltözteti, mert hogy semmi értelme, úgyis kinövi, elkopik, stb. És akkor erre jött egy-két olyan poszt, hogy milyen gagyi ruhában van, ezt még ilyen reklámból se hordatnám a gyerekemmel ezeket a ruhákat, ami bevallom engem egy picit felbosszantott. Ne nézz rám ilyen szánakozva. Figyelek, iszom a szavait, tanulok. Ja, tanulsz? Tanulok. Nagyon jó. Jó, oké. Okay. Folytatjuk az oktatását Ábel Anitának nem sokára. A reklám után jövünk vissza. Már itt is vagyunk. Közben a szünetben is tanítottam egy picit Anitát, ezt majd jövő héten lehet látni a reggeli műsorában ennek az eredményét. Ábel Anita van itt velünk, Szabó Zsófi, Bárdosi Sanyi és Sóbert Norbi. Szóval, ugye ígértem ezt a témát Dér Henny, ugye ő olyan anyuka, aki egyben influencer is, és mint ilyen ugye tette a dolgát, posztolt. Posztolt egy pár képet a gyerekéről, és különböző cuccokban, cuki cuccokban van a gyermek, és hát ugye lévén, hogy ez támogatott tartalom, megjelölte a ruhák forrását is. Ez a Pepco. Azért mondom, hogy Pepco, mert ahol lehet tudni, olcsó. Hogy ott olcsó. Így van. És a poszt alatt aztán megtalálták Hennyt jó néhányan, ilyen szövegekkel, hogy ilyen gagyi ruhában még pénzért se öltöztetné a gyerekét, tiszta ciki az egész, stb. És erre válaszolt Henny, azt írta, hogy a gyerekem ruháit illetően maximálisan azon az állásponton vagyok, hogy felesleges csilliárdos márkákba öltöztetni, hisz nem tudja értékelni, egy hónap múlva azonnal kinövi, bekosszolja, mászkál bennük, koptatja, tépi, és nem vagyok azon módszer híve sem, hogy majd még 6 generáció véghordja ugyanazt a ruhát, ha kisfiú, ha kislány. Na, ez ugye egy ismerős dilemma lehet mindannyiunk számára. Most azokból indulunk ki, hogy azért mit tudom én, olykor mi is megengedhetnénk magunknak a márkás cuccot. Ti adtatok-e, amikor kicsik voltak a gyerekek, arra, hogy márkás dologban járjon, vagy sem? Nem. Igen. Igen. Nem. Anita? Hát én nem tudom, én nem nagyon emlékszem arra, hogy ilyen nagyon márkás cuccokba, mert hogy konkrétan megvettem, és két nap múlva nem volt jó rá, tehát azért erre, és emlékszem, kapott egy ilyen Nike ilyen kis cipőcskét, és valakitől nem én vásároltam. De nekem is van. Mármint, hogy nem, az nagy az enyém, de tehát én is vettem, egyszerűen nem tudtam megállni, persze, hogy megvegyek, és ma ott van a kocsimba a tükör felett az első. Nekem is el van téve, már vettük, vagy kaptuk, már nem nagyon emlékszem, minden esetre volt neki, és már akkor, emlékszem, egy pár nap múlva már nem volt jó. Mm. Próbáltam fölhúzni magamra, tehát néha a nagylábújamra ráhúztam, hogy mégis csak valaki ezt hordja, de eltettem, tehát nyilván, meg mit tudom én, kisi konverze, csak azért, mert az nekem tetszett, de na, látom, az ember beleesik ebbe, de magába a hétköznapi életbe szerintem az, hogy a gyereket nem talpig Gucciba járatod, az teljesen rendben van, mert kinövi, mert leeszi, főleg amikor már nagyobb lesz. Tehát, hát hogy szerintem ez a kategória, hogy most Pepco vagy Gucci közte rengeteg kategória van még. Szerintem itt az első probléma az volt, hogy ő reklámoz ezzel. Tehát, hogy itt ez erről szólt, ő meg azért állt bele, mert reklámozta a ruhát. Szóval igazából ez egy... Igen, de ez önmagában mi a baj? Tessék, Norbi? Ha reklámozó, beléd állnak az emberek.
Igen, de már ez megint, mert pénzt keresel. Ma már érted, hogyha vállalod, hogy Pepco-ba öltözteted a gyereked, és ezért fizetnek neked, akkor vállalod, hogyha beleállnak. Szóval, hogy valamit valamiért, tehát hogy sokszor azt érzem, semmi bajom a Hennyvel, de sokszor celebek, akik influencerek, és kapnak pénzt a fizetett posztokért, vállalják azt, hogyha beleállnak dolgokba, vagy vállalja azt, hogyha mutatja a gyerekét, akkor a szájára fogja venni XY Mariska. Szóval igazából... most ez persze, ez egy tök igazság, a gyerekeknek nem kell drága ruha, mert leeszi, meg mit tudom én, de most ez... Ezt mindenki tudja. Igen, hát ez egyéni. Igen, akkor te mondtad a celebet, a celeb hogy tud jól viselkedni? Ha Gucci-t vesz, az a... Ja, hogy nem. Elsősorban azoknak a trolloknak kell megfelelni, akik alá kommentelnek, mert azoknak úgyse tudsz megfelelni, hanem abba járasd a gyerekedet, amiben ő jól érzi magát, aki meg Gucci-ba öltöztette a gyerekét, az nem is megismeri az én fiamat. Mert az fára mászik, bemászik a kocsi alá, a nem tudom hány millió forintos cipőt egy perc alatt rúgja szét a haverjaival, tehát úgy szétfocizza, hogy annyi. Norbi, Zsófi, ti aztán azért szeretitek a márkás dolgokat. Például amikor vásárolsz egy márkásabb dolgot, akkor nincs benne egy lelkiismeret furulás, hogy a gyereknek viszont olcsót veszek? Figyelj, én középkategóriás ruhába öltöztettem a gyereket, amióta megszületett, és amikor most nagyobb lett, és jöttek ezek a pókember, meg a hülyeség mánia, az csak az olcsóbb. Hát akkor mondtam, hogy tessék, itt van, kiválogattuk, hogy mi tetszik, megrendeltük, szörnyű minőség volt, rosszul voltam tőle, de hogy ezt akarta felvenni. A Dior pólók vásárlása. Nem ilyen nagyon drága, de hogy nyilván a minőség annyiban nekem fontos volt, hogy a bőrének, meg hát figyelj, ezek... Na, mindegy, hiszen valamilyen szintű minőség nekem fontos a gyerekruhákban is. Közben meg nem tudhatjuk, hogy egy olcsóbb, az valóban rosszabb minősége, mert lehet, hogy jó, de te azt szoktad meg, azt szereted. De van, hát oké, a gyerekem, nem tudom hány darab H&M-es pókemberes pólót. És abban boldog, kész. Hát, ebben volt boldog, és ez nem téma. Igen, ez nem még, téma. Még azt is mondja itt a Henny, ugye, hogy nem hívja annak, hogy 6 generációt kiszolgáljon a gyerekruha. Tehát ez a gyerekruha öröklés, ahol több gyerek van otthon, ez nálatok ez volt? Abszolút. A fiam összes cipőmet elhordja. Most már, sőt, most már... Gyerekruháról beszéltünk. Értjük, hogy lefogytál, és most már a gyerekosztályon vásárolsz. A gyerekek tudták örökölni, mennyi lány másik fiú volt, szóval nem tudták örökölni a ruhákat egymásról. De például a Lara elhogy az anyának a ruháit, a fiam meg az intipőmet viszi el. Tehát ilyen értemben. És az hát olyan is szokott lenni, mit tudom, hogy ismerős pároknál, mit tudom, valami idősebb a gyerek, és akkor azt mondja, figyú, ezek kétszer volt rajta, és ti adjátok egy gyerekre, adtátok-e ismerősök barátoktól kapott hordott gyerekruhát? Vagy... Nem. Nem, miért? Nem. Nem már hordta? Nem. Valahogy olcsó ruhát igen, középpálya ruhát igen, de használt ruhát sosem. Ami nem egy racionális dolog. Nem, de valahogy nem tudom. Vannak ezek a használt ruhaboltok is. Nekünk a családban van, aki utánam szült, és neki adtam a kisfiam ruháit. De nekem nem volt annyira közeli a családomban, akitől kaptam volna. Mert nem kaptál, de nálunk például ez egy bevett szokás. Ildi a barátnőivel zsákszámra. Mi is kaptunk. Esküszöm zsákszámra. Tehát, hogyha a közeli hozzátartozott gyerekének a ruháit, el tudom képzelni, de úgyhogy... És a rosszabb minőségű ruhák, azok el is szakadtak, tehát az nem is volt benne, hanem csak márkás ruhák. Már eleve jók jöttek, mert azok túlélték. Olyanok jöttek, amit én nem vettem volna meg. Tehát olyan márkájú ruhák jöttek, például a lányomnak. Hát most, ha megnézed a lányomat, azt mondod, hogy fú, a bárdosíknak, de jól megy. Mert a gyerek úgy van öltöztetve. Jó, de te mackóba jöttél, tehát valami. Ez nem mackó, jó, ez rendes. Már vártam, hogy mikor jön elő a mackó nadrág. Hát, jaj, nagyon jól áll, Sanyi, nem mondom, hogy nem, de... De sportoló voltam, miben jöjjek? Öltönybe? Nem is tudnálok úgy elképzelni. Egyébként ezért most legközebb, így fog jönni. Csak jaj, de várom, hívjatok meg! Én is várom! Akkor szerkesztőség egyezze fel! Egy újabb társaság ugyanebben a felállásban, úgyhogy öltönben jön Sándor. Csak az a baj, hogy úgy nézek ki, mint egy testőr, az a baj. Nem baj, akkor mögénk állsz, úgysem mondasz olyan jókat. Szerintetek, ugye hát már
te lányod is nagyobb, te gyermekeid is. Mikortól lesz a gyereknek saját ízlése? Saját igénye arra? Enyémnek már van. 13 éves kortól beindul. Amikor már de úgyis, a lányom 5 éves. És hát, ő mond márkákat, hogy ezt vegye? Nem márkákat, konkrétan elmondja, hogy mit szeretne, milyen ruhát. Nekem is reggel ő választa ki, és de én nem adhatom rá azt. Sőt, nem vásárolok nélkül, mert pénzköltés, mert megveszem azt, ami neki nem tetszik, és nem veszi föl. Na, ugyanezt csinálja az én lányom is, az Ildi fölöltözteti, így mész az óvodába. És fölmegy, és átöltözik. Na, az enyém is. Márka igény mikor jelentkezik? Mert jelentkezik. Márka, hát itt az évszakok váltakozásáról se vesz tudomást. Márka igény, amiben ő éppen szeretne lenni, ő abban van, és akkor ő ebben megy az óvodába. De mondom, kislányom, ez egy kis szoknya, és nincs alatta se. Nem baj, de mondom, mert fázni fogsz. Nem baj, tehát hogy semmi nem baj. Persze, abszolút. Na, de tényleg márka igény. A te gyerekeidnél? Én mondom, hogy 13 éves korban, amikor elkezdtek úgy kamaszodni, elkezdtek úgy párkapcsolatban gondolkodni a gyerekek, akkor a fiamon láttam remegve, hogy nagyon vágyik egy Gucci cipőre, nagyon vágyik a fiam. Megkapta a Gucci cipőt, és egy évig otthon dobozza őriz, nem hordta, és kinőtte. Oh. Hanyas, csak kinőtte, aztán utána eladta egyébként, ügyes volt, és kipótoltuk, és vett egy másik Gucci cipőt. A lányom az a Balenciágát szereti, nem tudom miért, nagyon otromba cipő egyébként, de azt szereti. Ők ezt imádják, ezeket a dolgokat, és ők csencselnek ezzel, és megtehetik, én nem érzetetek. De nem baj, csak hogy igen, hogy mikor ébred én a gyerekben az a tudat, amikor már látta, tudta, és akkor azt kell, mert abban trendi vagyok, meg mindent, tehát ez érdekel ebben. Az én kisfiam meg tudja különböztetni. Hogy ez most Benetton. Van? Mondja, igen, anya, Benetton. Igen. Egy ilyen oktatás, hogy a három csíkos az Adidas, az a Nike. Azt is tudja, van Adidas melegítője, a persze. Pipa. De ugyanúgy felveszi Mendel, mi a pipa? H&M-es pókember, szóval. Azt nem lehet felülmúlni. Az a kedvenc. Na, egy nagyon izgalmas téma következik, szerintem legalábbis. Itt van ugye ez a metaverzum. Tudjátok, mi a metaverzum? De úgy is elmondom. Facebook. Tehát ez egy virtuális világ, és már Zuckerbergnek komoly tervei vannak ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag ez most úgy néz ki, hogy mindenki értse, hogy a felhasználó felvesz egy ilyen VR szemüveget, és egy teljesen valósnak tűnő környezetben valós felhasználók szerepelnek benne, illetve hát annak az avatárjai. És ezek meg is jelennek, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mit tudom, nappaliban otthon te fölvesz egy VR szemüveget, a Norbi is, Sanyi is, és ott vagytok együtt egy dzsungelben, mondjuk ha azt a gombot nyomjátok meg, ez most legyen dzsungeles. És ott tudtok interakcióba lépni egymással is. Ennek a... De így is tudunk. Igen, de ez azért érdekes, mert ez a virtuális világ. És most ennek kipróbálták, tesztelték a beta verzióját, ez a Horizon Worlds, amit most ugye a Mark Zuckerberg létrehozott, és hát megdöbbentő eseményekről számoltak be hölgy résztvevők. Az egyik tesztalany azt mondja, hogy az ott megjelenő férfiak, vagyis a férfiak avatárjai elkezdték őt tapizni. Egy másik nő, ez egy 43 éves anyuka, Nina Jane, úgy hívják, ő arról számolt be, hogy a belépése után ebbe a világba 60 másodperccel később megerőszakolták virtuálisan, és erről fotókat készítettek. És hát mert most itt beteg ember itt éli ki magát. Igen, de hát ők köztünk élnek. És ez a nagyon érdekes, hogy lesz egy virtuális világ, ami majdnem olyan valósághű, mint a mi világunk, bármikor beléphetsz egy gombnyomás, és ott bármit csinálhatsz. És ez itt a, ugye, és erről nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Na most az első kérdés, hogy ez a nő, vagy ezek a nők jogosan érzik-e ezt zaklatásnak, hogy az ő avatárjukat érte abúzus? Onna, miért lép be újra? Tehát én azt gondolom, hogy... Ő tesztelt. Ja, tesztelt. Igen. Tehát, hogy sajnos ezzel számolni kell, tehát egy ilyen beteg világban vagyunk, ilyen beteg emberekkel fogunk találkozni, büntetlenül csinálnak beteg dolgokat. De csak ezért. Most például van ez a Roblox mánia. Igen. Egy csomó gyerek Robloxozik. És akkor mondja a kisfiam, anya, Robloxoz, velem találkozunk a szökőkútnál. Mondom, micsoda? Hát elkezdem nézni, úristen, írja, megcsinálja nekem az avatárt, találkozunk a szökőkútnál. Tehát élnek a gyerekek is már egy virtuális világban. Hány éves a te fiad?
4 és fél. És már Robloxozik? Persze, a nagyobb gyerekektől látja. Nézd is a szökőkúthoz? Nem, csak mert hogy nálunk a gyerek ilyen 10 évesen. De hát korábban kezdődik. Hát nagyon durva. Igen, de itt most a kérdés az is, ugye ez a lövöldözős játékoknál is. Bocsánat, én nem értek valamit, tanár úr, hogy hívhatlak én. Ő az ölembe, kislányom. Nehogy hangfelvétel készüljön. Itt? Figyelj, hogy most ő tesztelt ezt, igen, ugye? Tehát gyakorlatilag belépett egy idegen térbe, uh-huh, azok a férfiak is, akik bementek, ők is teszt alanyok voltak. Vélhetően igen. Igen. Tehát, igen. De ők tudták, hogy hova mennek. Tehát ez nem úgy van, hogy fölveszed ezt a szemüveget, és te kiválasztasz, mit tudom én, egy helyszínt, mondjuk a dzsungelt, te oda bemész, és egyszer csak ott idegenek is lesznek. Uh-huh. Akkor ez így néz ki? Igen, hát ők persze nem ismerték egymást. Ja, hogy nem tudta, de mindenki nem tudta, hogy ők most teszt emberek. Hát ők véletlenül tudták, most nem tudom, ez hogy működött ennél a cégnél, hogy random kaptak-e teszt felhasználói belépő. Én nekem ugyanúgy, mint mondjuk, ahogy most egy nyilván, mert már öreg vagyok, hogy a Facebook működés, vagy nem tudom én, hogy nem megyek be egy idegen chat szobába, tehát hogy került egy olyan helyre, ahol nem mondjuk azok voltak. Mondom, ezt a lehetőséget ő kapta ettől a cégtől. Na, ide akarok kiukadni, érted? Így van. Bement, és akkor elkezdte nézegetni. Ez hogy szóval működött, nem tudom őket sajnálni. Tehát, hogy nem sajnálod ezeket a nőket, mert beléptek. Mert nem lépjen akkor be, számoljon azzal, hogy egy ilyen undorító világ van. Tehát, hogy... Igen, csak azért ez felvetni a kérdést. Csak... De erről beszélünk. Hogy az igazi világ és a virtuális világ össze tud-e mosódni előbb-utóbb, hogyha ennyire valósághű. Tehát ugye a lövöldözős játékoknál is az volt, ugye, hogy azt vizsgálták, hogy vajon ez visszahat-e az emberrel valós világban, azaz, aki eleve már egy picit ilyen aberrált és agresszív hajlamú, a lövöldözős játékok hatására sokkal inkább vesz majd kézbe egy uzit, és lövi szét a volt iskoláját. És igen, ugye? És igen. És egyébként igen, de van egy másik tanulmány, ami azt mondja, hogy a normális ember, csak ki a normális? Nem hiszem, hogy... A normális ember el tudja választani a valóságot a virtualitástól, de aki erre hajlamos. Most gondolj bele, hogy azok a férfi avatárok, akik belépett egy szőkenő, és ott megcsinálják. Tehát gyakorlatilag kiélik azokat a hajlamaikat, amit egyébként itt ami benne van. Ami benne van. Tehát lényegében ez a lényeg, hogy végre egy hely, ahol megteheti azt, amit amúgy nem tehetne meg büntetlenül. De akkor ez nem lehet például jó is? Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen virtuális játszótér, tehát igazából egy kis vadnyugat, ahol bárki beléphet, és ott kiéli azokat de az ösztöneit, gyilkosság, szadizmus, erőszak, ott kiélem, és akkor viszont a valós életben nem kell, hogy kiéljem. Nem értek egyet ezzel, mert szerintem pont, hogy ennek nem kéne teret adni, és az ilyeneket fel kell jelenteni, meg menjen ebből a játékból, tehát hogy ez a szoftver készítőnek a felelőssége, hogy ne adjon teret ezeknek az aberált embereknek, mert ugyanerről szól a dark web. Ennyi erővel a sok hülye pedofil kielheti magát a dark webben, és nézhetik a gyerekeket, mert amúgy nem bánt senkit az életben. Abszolút egyetértek. Gyakorlatilag ugyanerről szól. Tehát, azokat, ahogy azt gondolom, hogy le kéne csukni, ezeket is akkor menjen, élje ki magát valahogy egymaga. Hogy nem nőttünk még föl szerintem agyilag ezekhez a technikai dolgokhoz, mint ugyanúgy, mint ahogy most, ha azt nézzük, hogy a social médiában is te felelősség nélkül kívánhatod emberek halálát, nincsen következménye annak, hogy te mit böfögsz oda, ugyanez, hogy nyilván egy szabályozás kell erre is. Tehát kell, hogy jog következménye legyen. Hát szerintem mindenféleképpen. Mert az Mert a Zsófi ugye egy nagyon jó hasonlatot hozott azzal, hogy akinek pedofil képek vannak a számítógépén, lehet, hogy ő maga el sem követett semmit, csak ő így vagy úgy ezeket begyűjtötte. Na, ez nem ugyanaz. Ez azért nem ugyanaz, mert ez egy virtuális. De ő fizikálisan adott esetben nem követett el semmit. Valahogy a dark webben beszerezte ezeket a képeket. Ő de ezek ma a képek büntethető. Elkészültek. És azért... Igen, de nem ő készítette, az ő ezeket de ő befogadta. Ez a baj. De pénzt ad érte. Ezért készülnek ezek rendben a képek, van. Mert ezek ezzel. A barmok befogadják. Én egyetértek ezzel, hogy büntessék. Most gondold el, hogy mondjuk a lányod, mondjuk 10 év múlva,
ő elmegy és csinál magának egy avatárt. De nyilván randizni. Nem a kis gyerek testével fogja magának, hanem ott, mert nyilván erre van lehetőség, hogy én akkor egy felnőtt nőként lépjek oda, és ez történik. Sőt, vele. Hát a valós személyes külsőddel lépjél oda. Igen. Tehát ez most egy ilyen picit ilyen igen, vagy meg is, mert most már ugye ilyen játékokban az avatárokat te megcsinálhatod, tehát hogy te külsőleg alakíthatod magadon. És mondjuk lesz egy ilyen élménye. Na, akkor mit hoz? Hát ki így van. Senki, tehát, hogy ne használhassák ki. Ahogy egyébként a valós életben is reagálnék erre, kislányom, lépje be, apa is belép egyébként, ott van a kis avatárom, belép, ez egy Glock 19-es, így működik. Használd, amikor kell, és rábízom, és tudja. És azokért a másik avatárokért azért nem lesz kár, tehát hogy ez abszolút nem érdekel. Oké, ő a virtuális világban lelövi az avatárokat a te blokkoddal. Szuper. Nem lehet-e az, hogy a lányod, hogyha majd az utcán vagy a valós életben kerül bármilyen konfliktusba, akkor is előveszi a blokkot? Ez azért nehéz kérdés, mert itt már egy olyan döntési helyzet van, hogy milyen helyzetben. Ebben a tekintetben én egyébként abszolút mellette vagyok a fegyvertartás és viselés törvények, tehát nyugodtan lehetne, mert minden, ha hülye vagy, akkor is hülye vagy, ha nincs fegyvered, tehát hogy így viszont egy csomó mindentől megóv, tehát ha mindenkinél lehet, nem kell, hogy legyen, lehet. Igen, de a gátak, a gátlások lejjebb kerülnek. Már az egy gát, hogy én már nem megyek oda, bocsihoz, hogy állj ebbe az autóddal, mert nyakon váglak, mert lehet, hogy van nálad fegyver. Tehát, hogy ez már egy visszatartó erő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez annyira nem rossz. Ezeken gondolkozni. Engem annyira megrémiszte ez például, hogy mi vár 5-10 év múlva a gyerekekre, vagy hogy hova fajul még így a világ. Szóval na, de látod, hogy ugye már van egy generációs különbség a te fiad és a Anita lánya között, igen. És Anita rácsodálkozott, hogy a te fiad már játszik ezzel, már ott van abban a világban. Én is rácsodálkoztam, mert... Szerintem meg ezt ugyanúgy nekünk kell szülőknek, szűrni. És azért kell képben lenni mindenről, igen. Hogy megtanítsuk, hogy mert ez már jön, ez az ő életük része lesz. Ugyanúgy, persze. Mint ahogy az okostelefon, nem tudom, hogy ugyanúgy, hogy megtanítod neki, hogy a járdáról csak úgy lépsz le, hogy körbenézel, mert jön egy autó és elcsaphat, ugyanúgy itt is vannak szabályok. Igen. És ezt el kell fogadnia. És a felnőtteket fel kell készíteni erre, hogy ahogy a felelős gyereknevelés, ez már hozzátartozik a szülőknek, ez a felvilágosítása. Ez csak rajtunk áll, hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Ugyanakkor én azt mondom, nálunk Ildivel mi ezt kőkeményen szabályozzuk ezt az, igen, interneten való jelenlétet. Nem fogod tudni, amikor felső tagozatba megy, és nem ez, fogod tudni. De találkozik. De az én gyerekem, az én kontrollom csinálja, nélkül hogy... találkozik ezzel a játékkal. Ezért én otthon nem fogom tiltani, hanem megnézem, hogy mivel játszik, amikor én nem vagyok vele, és megpróbálom megérteni, hogy mi az, ami történhet ott vele ebben a világban. Tehát sokszor a tiltás butább dolog, mint az, hogy megértsd, szerintem... hogy mi vár rá a jövőben. Mert tilthatod a gyerekedet a virtuális világtól, meg azt, hogy olvasson, meg evét közben nincs iPhone, meg stb. De ebben élünk. Tehát, hogy... Én letiltottam őket róla egyébként, a két fiút. Volt mind a kettőnek ilyen PlayStation, minden, és nem sportoltak, tényleg. A tanulmány eredmény az ment szépen lefele. Ugyanerőtök beszámolni. Hazajöttek a suliból, és azt hallottam, hogy ül a szobában mindenki, és ordít. Káromkor is ordít. És kivel ordít? A másik öt hülye ordott, akivel találkoznak, és hétvégén ment a Réka fellépni, és délután 2-kor már ebédet főztem, kitálaltam, és még nem jöttek le, nem reggeliztük, nem találkoztunk, nem köszöntek a gyerekek, és Norbika, semmi. Zalán, semmi. És elpattam benne valami, fölmentem, és kihúztad a kihúztam dugot. A két játékot. Így van. Elvittem, nem mondom, mit csináltam vele. Csak ott van a pupéntek. Elvittem a játékot, anyukat hívták, sírtak, anya is, hogy hülye vagyok, mert minden, adjam vissza, mondom, nem adom vissza, és vettem nekik másnap két jó kerékpárt, és mondom, ha akartok valamit csinálni, mehetek kerékpározatok, gyerekek, találkozatok a haverokkal, mert az, hogy egy való élet, egy test nem mozog, nincs valós kapcsolata, csak internet függő, és a valós élet elromlik
fizikailag leromlik a gyerek, szellemileg leromlik a gyerek, szörnyű volt, és eredmény megjött, mind a két gyerek megváltozott, és kitűnő tanuló lett, és tök jó sportoló lett, mert ideig felszabadult, egy csomó nálunk idő. Hasonló korú egyébként a lányom, mint a te fiad, a fiam az most iskolás, és észrevettük a feleségemmel, hogy ők állandóan rajzolnak, festenek, hajtogatja a papírt, nem tudom, mindig csinálnak valamit, és amikor elkezdett ilyenekkel játszani, ezek elmaradtak. Eltűnt a kreativitás, eltűnt a minden. Tönkretesz mindent. Megeszi a lelkét. Én Zsófival értek egyet egyébként. Hogy... Nekem a gyerekem ugyanúgy rajzol, kreatív, meg minden. Igen, tehát, és az én gyerekem is átment ezzel, viszont most nagyon sok mindent csinál kézzel, igen, rajzol, fest, tehát hogy visszatért, tudjuk azt, hogy... Más generáció, hogy, tehát ezt igen, nem fogod tudni te megérteni, vagy az, aki... Tehát, hogy érted. És itt van egy fontos dolog, amiről mindig elfeledkezünk, hogy... Mi beszélünk a gyerekeinkkel, foglalkozunk a gyerekeinkkel, de nagyon sokan, de ha kezébe adod, nem akkor beszél, már nem foglalkozol de, vele. De nem, Sanyi találkozni fog vele az iskolába, mindenhol nem tudod kizárni. De szerintem akkor csinálod jól, ami például nálunk is eljött, amikor a gyerek, volt ez az őrület TikTok egy pár évvel ezelőtt, most is van, az most már ciki a 14 éves korosztálynak. De van más, és ő maga fogta, hát jó, de hát a bombom, igen, de... Már csak a Bandi tölt fel videókat. És mennyien követik. Én nagyon jól járt vele egyébként, csak mondom, de és ő maga odajött, és azt mondta, hogy figyelj anya, én letörlöm, mert elveszi az időmet annyi másról. És mert akkor, ő ezt megértette, de ez egy 7 évesnek hogy mondod? De majd ezek... el fog jönni ez az idő, amikor ő ezt meg fogja érteni. Zsófi félreértette. Fél év, és már nem fog a Zsófi kisfia játszani ezzel a játékkal, biztos vagyok benne. Mert nem, én nem tiltom, csak kőkeményen megszabom. Hát én... Azt nem mondtam, hogy én nem szabom és meg. És ezeket a játékokat, ami ilyen... Szökőkutas? Ezeket nem is engedjük. Tehát az más egyébként, amit a Norbi csinált, és egyébként én értem, mert a gyerekek hajlamosak ebbe belemenni, hogy tényleg egész nap nem látod őket, ott ülnek, tényleg borzasztó néha. Kell néha drasztikusan lépni, de... Figyeljetek, most nagyon elmentük a gyerek irányba. Itt ugye azt próbáljuk vizsgálni, hogy ez a jövőnk, a felnőttek jövője is, és vajon ez a virtuális morál, ez nyilván különbözik a valóság moráltól, és hogy ez elkenődhet-e ez a határ? Hát van ilyen program, nem tudom a nevét, de ilyen virtuális pornó program is van neten. Hát ilyet a Sanyi hozott nekem 2000-ben. Azt nem igen, tudom. Saját fejlesztés? Nem, orosz. Orosz. Jó volt. Hát nagyon jó volt. Hát ott együtt néztük. Az tök jó volt. De nem tudom, de van ilyen, hogy avatár testre bemész, és hogy emberek, és vártam egy filmet, nem is tudom, melyik filmet volt, hogy hálásra feküdt az ágyba egymás mellett, és úgy szerkeztek, hogy nem értek egymáshoz. Igen. Szörnyű. Mi lenne, ha most felvennénk egy VR szemüveget, Anita, ott lennénk a dzsungelben, és én oda mennék, és megfognám az avatárod fenekét. Te mit szólnál? Tehát, hogy ezt viccesnek találnál, de... Hú, de jó, hogy nem élőbe. Hát de nyilván nem élőbe nem merem. Tehát én egy ilyen aberrált user vagyok, aki felveszi a VR szemüveget, és ott merem az Anitát fogdosni. Tehát az avatárod ugyanúgy néz ugyanez neki, mint ahogy nem lenne nem, egy kicsit... Úgy, nem. Ez nem vagyok feltuningolva, én vállalom magam, te is vállalod magad, és oda megyek hozzád a dzsungelbe, meglátlak ott, mert utánad futok, és megfogom a feneked. Mit csinálsz te, mint az avatárod tulajdonosa a VR szemüveged mögül? Hát valószínűleg azt, amit a való életbe. Tehát te ugyanazt? Hát ott nem tűrnéd? Hát itt se tűröm. Hát de itt nem is merem. De ott merem. De nyilván nem. Tehát, hogy miért kéne máshogy viselkednem egy virtuális térben? Mert nem érek hozzá. Mert játék. Mert játszunk. Mert csak játszunk, Anita. Hát semmi gond. Te ezt csinálnád, én nyilván megfognék egy avatárkígyót, és rád dobnám. De akkor és meghalok. Akkor, hát, és akkor a cukkerben kitilt fél évre. Na, hát akkor ennyi. Nem tudom. Szóval akkor téged az is felháborítana. Hát szerintem ugyanúgy kéne viselkedni ebben. Szerinted? Mint a való életben. Jó, akkor jó, akkor értelme az egésznek, hogyha ugyanúgy kell viselkedned, igen, mint a való életben. Igen, tegyük fel, a Sanyi felvesz egy VR szemüveget, Anita. Hát most mindenki élek Sanyi, úgy, ahogy élek. Anita, szexről beszélünk, szétversz egy autót, nem? Az avatárod szétfogolja. Szeretnék szétverni egy autót. De jó, de mondjuk
ott vagytok, te otthon, te is otthon, te is otthon. Mind a hármatokon van egy VR szemüveg. A dzsungelben látod, most lépsz be a dzsungelbe, és látod, hogy a Sanyi megy a Zsófi felé, és elkezdi abuzálni. Akkor te mit csinálsz? Avatárként lépsz közbe, vagy ledobod a szemüveget, és felhívod a Sanyit? Én avatárként lépek közben. Én nem tudom, engem az van, hogy engem ez nem érdekel. Miért meg az én avatárom fejét, hogy élvezi? Jó. De várjál, de most bocsánat, mi van akkor? Miért nem azt kérdezed, hogyha belépünk így hárman, a Zsófi, a Sanyi meg én, és a Zsófi rámegy, abuzálja a Sanyit, hogy akkor mit csinálok? Hát azt végignézed. Őt miért nem védhetem? Őt megnézzük. Is megvédeném. Azt akkor megnézzük. Hát miért mindig mi nők legyünk itt lenyomva? Mert sajnos ti vagytok és lenyomva. És ha így csapogat-e fenekedre, avatárként, te akkor mit csinálsz? Akkor lekapom a szemüvegem, fölhívlak, és azt mondom, hogy ezt csináljuk igaziban. Ennek a világnak lehet értelme is. Olyan tekintetben, no. Én egyszer, de nem teljesen, én játszottam egy olyan játékkal, amiben vadászni kellett. Egy vadászós játék. És akkor olyan állatokra is lehetett vadászni, ami egyébként már kihalt, meg nem létezik, vagy van belőle kettő a világon. Uh-huh. Tehát mit tudom, a fehér rinocérosz, amiből van 3 fogságban a világon, abból én nem tudom, 45-öt lőttem. Abban a játékban. És miért csillog így a szemed? A gyerekedet mert meg eltiltott. Mert rohadt jó volt. Rohadt jó volt. Rohadt jó volt megölni a ritka állatot. Nem, hát vadászat. Tehát nem kell elülnöd igazándiból. Tehát, hogy, igen, és ennek így volt értelme. Tehát akkor mégiscsak a virtuális játszótér. Jövünk vissza mindjárt. Ez hát egy érdekes dilemma. Itt egy fiatal párról van szó, ahol a fiú már 17 éves kora óta vesebeteg dialízissel tartják életben, és a barátnője megvizsgáltatta magát, hogy vajon ő donor vesét tud-e adni a fiúnak, és kiderült, hogy passzol a vese. Ez eddig egy nagyon szép történet, de aztán a fiú nem sokkal később szakított vele. És innentől megoszlanak a vélemények, azzal kapcsolatban, hogy hát kapott egy vesét, akkor nem illik szakítani, vagy a vesének semmi köze, hát hogyha a kapcsolat megromlott, akkor vigye a vesét, azt éljen boldogan. Tehát, hogy... Vagy visszakéri a vesét. Az is lehet egy opció. Jövünk vissza, és ezt is megfejtjük egy pár perc múlva a reklám után. És folytatjuk egy izgalmas szerelmi történettel. Igazából ez egy szerelmi sztori, egy kis transzplantációval. Az történt ugyanis... hogy van egy pasi és egy lány, ők 5 éve járnak, és egyébként a fiú 17 éves kora óta krónikus vesebeteg dialízise szorul, és ezért a lány elvégeztetett egy vizsgálatot, hogy vajon ő tudna-e vesedonor lenni, azaz az ő veséje alkalmas lenne, hogy a fiúba ültessék, és kiderült, hogy igen. És 7 hónappal a műtét után minden jól sikerült, a srác elment Las Vegasba egy legénybúcsúra. Már az új vesével? Az új vesével, persze. Hát akkor már megy a tekila is. Akkor megihatja az albán konyakot. Így bármit, így van. Tehát elment az új vesével legénybúcsúzni, és aztán azzal jött haza a csajhoz, hogy hát bocs, de megcsaltalak. Ott a legénybúcsún úgy alakult. És a csaj megbocsátott neki. Még ezt is meg tudták beszélni, megbocsátott hát, neki. Hát mert ami Vegasban volt, az Vegasban az Vegasban maradt. De ő őszinte volt, ő elmondta. És aztán 3 hónappal később... Te bolek. 3 hónappal később a pasi mégis szakított vele, méghozzá telefonon, volt egy nagyon szép búcsú mondata, és azt mondta, ha minket egymásnak szántak, végül újra össze fogunk jönni. Na én is ezt mondom neked mindig, látod. Igen, igen. Na de, aztán a pasi ezzel a búcsú üzenete le is tiltotta az összes közösségi oldalon a lányt. Nem reagált a hívásaira és az üzeneteire sem. Hát tehát te még azért hagyd nyitva a csatornát, jó? Egyszer el szoktam mondva. Reagálni az üzeneteidre. Egyszer el lett mondva. És ennyi. És ennyi, így van. És nagyjából ennyi a sztori, most mindenki oldalán valakik állnak, itt az egyik oldal azt mondja, hogy a pasi az neki köszönheti az életét, nem lett volna szabad otthagyni a csajt, ez egy szaralak, a másik meg azt mondja, hogy neki nem tartozik semmivel, hát ez, hogyha nem működik egy kapcsolat, akkor az a kapcsolat nem működik. Szóval, szerintetek jogos-e az a vélemény, hogy igenis a pasit kötelezi az,
hogy ő kapott egy donorvesét ettől a csajtól, és igenis ki kellett volna tartani a lány mellett. Nem. Minimum nem csalja meg egyébként, de az, hogyha nem működik a kapcsolat, akkor nem. Tehát nem kötelezi semmi. Figyelj, megváltozik, bocsánat, a szituáció megváltozik, mert a csávó egy egész életében egy beteg, kiszolgáltatott csávó volt. Aki nem egész életében, 17 éves korától kezdve, mostanáig. De a lányal úgy élt, mint egy beteg ember. Igen. Igen. És így a nő nem csak egy nő volt az életében, hanem egy anya, szinte egy ápoló szinte. És gondolj bele, hogy oké, megkapta ennek a szegény csajnak a vesét, és egészséges lett. És azért egy vesével... Hát de, egészségesebb, túlzás, de egészségesebb lett. Hát és, a csajnak is egy vesével marad, egy vesével tudsz egészségesen élni. Nem, igen, nem ihatsz meg ilyenek, tehát ott nagyon komoly meg... Amit csinált, az csúnya dolog, és elítélem érte. Meg, de miért egyébként? Azért, mert ha valaki nekem adja a vesét, mert azért segítettem, nem, mert nem, a, tehát nem, hogy oda a nő a vesét akárkinek, csak a pálynak adja oda, tehát nem a vesét árulta. Világos, érted? De hát ugyanattól, tehát vese ide, vese oda, attól még egy kapcsolat mehet de tönkre. Norbi, figyelj, neked, tehát... ha neked adnám az egyik vesémet, azt nem azért adnám oda, mert, hanem mert egy szakít veled a Norbi. Érted? Érted? Te letiltasz mindenhol, nyilván az összesnek fölhívnak, Norbi, figyelj, neked, és letiltasz, nem tudok írni sem. De ez nem ugyanaz barátságnál, mint szerelemnél. Tehát... Akkor is, hát ez tök mindegy, mert egy idegen embertől is kaphatta volna. Igen, de a csaj vajon odaadta volna-e idegennek a vesét? Nem adta volna oda. Nem, ő azért adta oda a vesét, mert szerelmes ebbe a fiúba. A fiú örült ennek a vesének. Szerelmes volt még a csajba, csak hát jött Las Vegas, és Las Vegas. Hát de eltelt 7 hónap, tehát több mint egy fél 7 hónap, és még 3 hónap, tehát 10 hónap. És még 10 hónap, igen. Tehát, hogy nem... A csajban kiírt az élet, megindult... És lezárta a múltat. Így van, vese nélkül se jutott volna Las Vegasig. Hát ott... Igen, igen, de azért, mert ott van benne a vese, ez nem köt őket össze egy életen keresztül. Szóval ez a dolog, ez mind a két oldalra hát igaz. Ez a kérdés, mert sokan úgy érzik, hogy de, ez összeköt, mert ott de a saját egy akkora áldozatot hozott. De mert mikor mondtuk volna azt, hogy korrekt a srác, ha elveszi feleségül a nőt, és végig szenvedi vele az életét, amikor nyilvánvalóan nem boldog vele? Nem ez a megoldás, ez nem egy szép lezárása ennek a dolognak. Én csúnyán zártam. Igen. De hogy kell lezárni na, szépen? De ezt lehetett volna szépen? Ezt igen. Igen. Ezt hogy lehet szépen lezárni? A csávó úgy érzi, mert nem működik ez a kapcsolat. Szeretlek, legyünk barátok, találkozunk hetente egyszer. Valaki ilyen mondatok, nem? Nem tudom. Mondok ilyen mondatok. De várjál, ha nem, ezek szerint nekem... Nem jött az évek meg a rutin. Ezek szerint akkor nekem van igazam, mert nem tiltja le, akkor már normális lezárás. Ha ennyire őszinte a pasi, hogy elmondja, hogy megcsalta. Ugye? Mert akkor ez nagy őszinteségre van. Igen, abszolút. De hogy is, már nem akart vele lenni. De utána még miért egy Las Vegas-i ferde hétvégét, te mikor valanál be? Annyira őszinte kell, hogy legyen a lezárás akkor is, hogy figyelj, nagyon szeretlek, örökké hálás leszek neked, bármikor itt vagy, de nem működik, és... Tehát akkor meg ez a módja. De az, hogy megcsalja... Azért mondta neki. Lehet, hogy abból jött rá, lehet, hogy a dialízissel nem tudott Las Vegas-hozni, most az ajándékvesével viszont kinyílt a világ, és ott Las Vegas-ban jöttek-mentek a nők, érted? Na és... de miért jutotta le? Ez a lány őt zaklatta? Hát gondolom, nem hagyta látom, annyiban is. Gondolom, hát azért gondolom, azért jutotta le, mert hát gondolom, hogy hívta igen. Újra meg, hogy most miért. Lehet, de valam én is azt gondolom, hogy ez egy nagyfokú őszinteség, hogy egy férfi odaáll elé, és azt mondja, hogy figyelj, ott voltam, megcsaltalak, ezt történt. A lány megbocsájtott neki, és még 3 hónapig együtt maradtak, tehát a fiú nem akkor szakított vele. Nem. Hát tehát akkor a fiú is valószínűleg megbánta, és mit eltelt 3 hónap, és rájött, hogy ez, tehát hogy miért kéne azért valakivel lenni. Vigyorok, hát azon vigyorog, a Zsófi megmondta, a csaj bolond volt, hát tényleg az. Kinek adod oda a vesédet, Gábor? Hát akit nagyon szeretek. De 3 hónap kapcsolatból már... Nem 3 hónap, ők több éve együtt. Igen. Hát de akkor is. Hát miért? Mert nem, az még nem egy család, az nem egy ilyen végleges dolog azért. De hát éreztek egymás iránt. Hát látod. Mert te Ildinek hány év után adtad volna oda a vesédet? Hát hogyha az Ildinek odaadnám a vesémet... Nem most. Amikor megismerkedtél vele, és veseigénye van. Onnantól hány év múlva mondtad volna azt, hogy oké, itt van a vese. És utána lefarol Vegasba? Nem, hát az már az ő dolga. De ha lefarol Vegasba, én is meg vagyok sértődve, mert akkor ellopta az egyik vesémet. Mi az, hogy... Ha velem történt, akkor ez lopás. De Sanyi, miért nem úgy nézett, hogy félig tele van az a pohár, legalább az egyik vesédet elvitte?
oda bulizni. De miért adnám én oda? Tehát miért adnám én az üléshez? Nem az üléshez adta. Nem az üléshez, hogy életben maradjon. A jó Isten áldjon meg. Miért adnám én a tivornyához a vesémet? Hát arra való. Ha te vesémed, de a tivornyához. És a világon mondjuk csak az én vesém lenne neked jó. Én oda adnám neked. És ez... Pedig, jól is tennéd. Ha, nincs közöttünk semmi. Jól is tennéd. Én nem is tiltanálok le? De hát miért ne adta volna oda? Na, de nem tiltanálok nem le. És nem lennék szomorú, ha elmennél. Ha néha nem, mert nincs szerelmi viszony köztetek. Hát nagyon jól tudjátok ti is, hogy egy szerelmi kapcsolat az egy jóval nehezebben szétszakítható, de akkor viszont már nehéz újra közeledni. Tehát, hogy ez azért egy másik történet. Barátilag ez teljesen más. Szerintem. Emberfüggő. Nem látunk bele. Lehet, hogy tényleg egy őrült volt a nő aztán. Jól járt a fiú. Ha ti a párotoktól kapnátok egy... Lehet, hogy jól járt a fiú. De a veséje működik. Ti a párotoktól... Nem tudhatjuk, mi történt. Kapnátok egy vesét a párotoktól, mert rászorultok. Ti onnantól másképp kezelnétek-e a kapcsolatotokat, másképp éreznétek-e a párotok szerintem iránt? Szerintem ez egy nagy teher, hogy te kapsz valakitől valamit, aminek az életedet köszönheted. Szóval igen, ez egy nagy teher, hiába szerelem ide vagy családoda. Ha az anyukám, ha a testvérem, bárki adna nekem egy fél vesét, nekem az teher lenne, hogy nem az, hogy tartozom valamivel, de ő akkorát tett értem, hogy félvesével működteti tovább az életét, és ez már nekem egy teher lenne. Tehát ez egy plusz kötelék, még erősíti. Nem kötelék, egy elkötelezettség. Nem egy bűntudat, hanem egy ilyen, de egy hogy hogyan az érzés, hogy te ezt hogyan tudod viszonozni. Igen, mert ő megmentette a te életedet, és ebben igaza van a Zsófinak, hogy ezt lehet viszonozni? Hogy ez örök életre ott van benned, hogy mégis hogy viszonozom, nem megyek túl tisztában minden nap, hogy mi? Nem tudsz visszaadni, hogy egy ilyen gesztust, egy ilyen tettet, te tulajdonképpen mindig is tartozni fogsz neki. Uh-huh. Szóval, hogy... Tehát akkor lenne lelkismert fordulásod, hogyha a kapcsolat mégis tönkre menne? Soha nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. De lehet, hogy nem is fogadnám el, hogy valaki szerettem így segítsen rajtam. Hát nem tudom, inkább egy idegentől hamarabb elfogadnám. Nem tudom, de hogy ezzel együtt élni. Mm. Tehát, hogy Mária, biztos... ezt azért mondod ilyen könnyedén, hogy lehet, hogy nem is fogadnád el, mert most nem az életed múlik rajta, de ha az életed múlna rajta, nem gondolkodnál azon, hogy elfogadnád. Nyilván, csak azt mondom most, hogy nem venném természetesnek, hogy anya, tesó, bárki... Nem anya, tesó, mert azért más kötelék. A párod. De a hogy, párod. Az aktuális hogy, párod. De hogy el tudom képzelni, hogy meg is mérgezi a kapcsolatot. Hogy tehát, azt is el tudom képzelni, hogy annyira összeköt titeket, hogy életetek végéig együtt lesztek, és azt is el tudom képzelni, hogy akkora teheres... Mert hogy mindig adósának érzed magad, igen. Hogy ez aztán megmérgezi. Hát igen, nem tud visszanozni. A fickó helyében egyébként ezt azért lehet ám csűrni tovább. Tehát, hogy szólok a csajnak, hogy figyelj, sajnos kilökődött a vese, mégse volt jó. De akkor hogy élsz? Ez egy másik. És ezt mind Las Vegasban intézte? Mondjuk Vegasban. Ezt megírom neki SMS-ben. És akkor Jézusom, Sanyi. A letiltás előtt vagy után? Mert az már és nagyon átlátszó. És utána tiltom. Letiltod és majd rádobsz egy SMS-t. Ez már nem az a vese, ez egy másik. Kész. Jó, mi lenne, hogyha visszakérhető lenne a vese? A csávó mehetne vissza a dialízisbe, és a csajnak meg nyilván hát nem lökődik, hiszen sajátja. Hát hogy az... lehet azt... Már azt... nem olyan könnyen menne az a megcsalás, szerintem. Tehát akkor te úgy adnál vesét, hogy bármikor visszakéreted. Hú, ez izgé. Figyelj, de nem tudom. Tehát, hogy ez meg egy olyan dolog, hogy adok valamit, és aztán meg visszakérem, mert sérted vagyok. Ez egy gyűrű. A csajtól visszakéred az aranyékszert, amikor már neki adtad. Igen. Ez annyira csúnya dolog. Hát de miért te vetted? Sanyi, de ne haragudj, tehát adsz egy nőnek egy aranyékszert, és szakítasz, és utána visszakéred. Igen, nem az aranyékszert. De ha... milyen gáz dolog? De miért gáz? Gáz? Neki nem jelent semmit. De akkor jelentett. Most ékszerről beszélünk, vagy veséről, bocs. Most már az aranyékszert. Veszel egy gyűrűt egy csajnak, aztán szakítotok.
nyilván nem kérem vissza, most én nagyszájúskodom, de azért megfordulna a fejembe, hogy az a gyűrű rám emlékezteti, de már nem akar rám emlékezni, akkor jogos lenne visszakérni, eladja. Nem? És na látod? Eladja, de én is eladhatnám. Elbújzom. Na de jó, de ezt én is megtettem az én értem a Sanyit, mert jó, az az ékszer, amikor ők még szerették egymást, és még rendes volt az a lány, akkor ez ugye, akkor a Sanyi ezt megvette, és ugye ez kifejez valamit. Na most az a valami elmúlt, mert az a rohadék megcsalta a Sanyit, stb. Elmúlt, tehát az a szimbolikus értéke, értelme nincs meg. Csak azért, mert a gram ára az aranynak valamennyi, azért ne tartsa meg a csaj. Na jó, de várjál, ő a szememre veti, a csaj nem? A szememre veti. Te mit veti? Nem adtál vissza? Mondd már meg. Hát, de nem semmit. Arra, mint annyira mondtasz, piti semmit. Dolog. De semmit. Hogy piti, a szememre vetett, hogy én visszakérem a smukkot, az a baj, de valójában neked se jelent semmit, tehát te ugyanolyan agyagias vagy, hogyha meg akarod tartani, tehát önként kellene visszaadnod. De bocsáss meg, tehát hogy együtt vagyok valakivel, kapok egy ékszert, ami akkor nyilván fontos volt. Majd te vagy én, vagy bárki szakítunk egymással, és te azt mondod, hogy add vissza, mert neked már úgyse jelent. De jelent, hiszen fontos voltál az életemben egy ilyen. De nem hordanád, Anita? Anita, akkor majd becsöngetne, hogy kér vissza együl, valamit. Az egyébként zálogjel. Tehát a néphagyományban együl egy zálogjel. Hoppá! Na, tehát, hogyha ha egy is gyűjtöd a... És a zálogot vissza kell adni? Ha igen. Ha egy nő lelép, akkor így dobja vissza a gyűrűt. Fári, akkor elkezdek most SMS-ezni, mert van itt egy pár éves restancia. Jó, gyerekek, jó, hogy ez az ékszer felé ment el ez a téma. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon jó volt veletek. Ábel, Anita, Szabó Zsófi, Bárdosi Sanyi és Sóbert Norbi. Nagyon köszönöm, sokat tanultál? Köszönöm neked. Tényleg, nagyon. És fejlődsz, tényleg fejlődsz. Én te is. Én is? Még hova? Hát, jó van. Határa csillagoség. Igen. Egy hét múlva találkozunk, jó éjszakát. Viszlát.